Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a Megérje következő részében. Én Réka vagyok, és ma két arckrémről fogunk beszélni. Ezek a Nivea Urban Detox termékcsalád éjszakai és nappali arckrémei lennének, mind a kettő 50 ml-es kiszerelésű, és körülbelül 1800 forintért lehet teljes áron megvásárolni a boltokban. Mindkét termék antioxidánsokat, biozöldet és hialuronsavat tartalmaz, amely azt ígéri, hogy 48 órán át hidratálja a bőrt és segíti a bőr védekező mechanizmusát. A nappali arckrémben ráadásul 20-as fényvédőfaktor is található, hiszen a fényvédő használata nagyon fontos. Először a nappali arckrémet kiemelve szeretném elmondani, hogy annak ellenére, hogy nagyon jó, hogy van benne fényvédő, nem nyerte el teljesen a tetszésemet, ugyanis még az állaga egészen jó, bár én inkább éjszaka szeretem az ilyen sűrű krémeket használni, és az illata is amúgy tetszik, viszont annyira fényes bőrt eredményez, ami már-már kimondottan zavaró. Én legalábbis jobban preferálom a matt arcbőrt, nem pedig a fényeset, viszont bekenem a krémmel az arcomat, és fénylek, mint egy diszkógömb. Úgyhogy a nappali arckrém számomra maximum 3 csillagos, mert hát nem győzött meg igazán. Az éjszakai arckrém viszont nagyon jó barátom lett, neki az állaga is tényleg nagyon jó vizes, amit mondjuk én pont nappal kedvelnék a legjobban, de így éjszakára is nagyon jó, és friss érzetet biztosít, viszont azt egyáltalán nem mondanám, hogy bármelyik krém a kettő közül 48 órás hidratálást nyújtana. Úgyhogy hiába az illatnak és a kellemes állagnak, semmiképpen sem adnék az éjszakai arckrémnek sem 5 csillagot, maximum 4-et, ugyanis hát az ígéretét nem váltja be. Ha esetleg ti is ki szeretnétek próbálni a terméket, javaslom esetleg Glamour vagy Joy napokkor megvenni akciós áron, valamint a Rossmannba elég gyakran van olyan kedvezmény, hogy a Nivea arcápolókra vagy a Nivea termékekre 20-25% kedvezmény van, ami segítségével igazán kedvező áron hozzá lehet jutni a krémekre, így már is jobban megéri a próbálkozás és a tesztelés. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő részben, addig is sziasztok!